Ahogy ígértük, ugye három vendéget ígértünk. Itt van majd díszvendégünk, hiszen Tünde, Isten hozott a stúdióban, bár nem akarok udvariatlanul, mert nem beszéltük meg a tegezést, bocsásson meg, elnézést kérem. Nyugodtan tegezél. Kezdek zavarba jönni. Csak szeretnék egy gondolatot, mert itt hallottam, hogy a Felfkompban azt mondtad, hogy a bulvár díszpintjei. Hát van. Milyen alapon, akkor hogy kérdezzem, akkor ez miért minősítette? Ezt most ki tudjuk bontani egy pillanat. Te mit tettél le az asztalra? Hát annyit, amennyit, te annyit biztos, hogy nem. Na, álljunk meg azért egy szóra. Hát valószínű, hogy nem, mert én ma is három, a egyik kereskedelmi csatorna három legnézettebb műsorában szerepeltem. Nem is akartam ide eljönni, csak a szerkesztő könyörögtek. Percenként csengett a telefon, hogy jöjjek. És nem azért jöttem, hogy itt megbántsanak, vagy megalázzanak, vagy bántó, dehomesztáló megjegyzéseket tegyenek rám. Ne aggódjon. De ha már tényleg az a kérdés, hogy ki mit tett le az asztalra, egyeződhetünk? Persze, nyugodtan. Úgyhogy erről csak ennyit, szóval jó. De nem illik megbántani. Ez a célunk, ne aggódj. Egyszerűen... Ez a díszpintje, ez a bulvár díszpintje, ez nekem a bulvár díszpintje, az a bulvár állattannak egyébként egy mostantól, mától kezdve egy hétköznapi kifejezése. Mindjárt kiderül, hogy miért. Nem illik, legyetek udvariasak. Én eljöttem ide, mert mondom, rengetegszer hívtak a szerkesztők, hogy jöjjek ma el. Nincs rá szükségem, mert ahogy mondani szokták, a csapból is folyok, tehát tényleg ott vagyok naponta a legnézettebb műsorokban. Újságokban, vagy is három újságban. Nem kell az önigazolás, Tünde. Nem bizonyítani akarom, csak ez egy tény. Túl képzett emberrel beszélgetek most, mert te televíziós műsorvezető vagy, szerkesztő, producer, újságíró, színésznő, fotomodell, szexszimbólum és boldog édesanyja, amit adok. Így van, nagyon felkészült vagy. Oda nem teszünk kérdőjelet, viszont a többi mellém abszolút, tehát van itt hét kérdőjel, amit most meg kell válaszolnom. Láttam, hogy olvastad a honlapomat, www.kiszertünde.hu. Ez a te honlapodon olvasható. Így van, ezt egy újságíró kollégám írta. Szerkesztő, producer, újságíró, színésznő, fotomodell, szexszimbólum. Igen, vezettem például az egyik reggeli műsort, az egyik nézett, illetve az egyik legnagyobb kereskedelmi csatornának a reggeli műsorát vezettem, valamint több mint 15 évig a fővárosunkról elnevezett csatornán volt a műsorvezető, szerkesztő, producer. Annak köszönheted szerintem, bocsáss meg, annak köszönheted, hogy egy idő után már nem csak székes fővárosunk, hanem az egész ország kíváncsi lett rád. Mert ugye a szóba forgó televízió csak Budapest és vonzás körzetében volt elérhető. Viszont miután téged onnan kicsit kiszipkáztak a nagykereskedelmi televíziók is tálói, ezért mindenki így egy emberként kezdte rebegtetni a szempillát, hogy mi ez, ki ez? Így van. Hát most már nézettséget hozok. De miért? Hát kíváncsiak rám az emberek. Hát ez több mint 15 éves munka van. De miért? Azért, mert olyan... te jó szerkesztő vagy, jó producer vagy, így jó színésznő van, vagy, igen. Jó fotomodell vagy, vagy például olyan hírességekkel, értékes művészekkel, operaénekesekkel készítettem interjúkat. Egy olyan női magazinnak írok, például jelenleg is főmunkatárs vagyok, ahol a sikeres nőkről írnak elsősorban. Egyébként neked benned van egy ilyen leküzdhetetlen vonzalom a sztárok iránt. A sztárok, a népszerű és nagyon elismert emberekhez. Ebben a biográfiában aláhúztam bizonyos jelzőket. Az igazi siker, sztárriportok, ismert, szintén kiváló és értékes művészekkel, legnépszerűbb, népszerű, neves művészek, exkluzív, színvonalas produkció. És hát te nagyon felkészült vagy. Így van, figyelj. Van itt még valami. A média világában végzett több mint másfél évtizedes szorgalmas munkája alapján elmondhatjuk, a csinos riporternőt szeretik a nézők és az olvasók is. Így van. Hát de, nem véletlen, hogy az évtizedes szorgalmas munkája, az nyilván akkor ül, és akkor az megfelel a valóságnak, hogyha a te műsorvezetői múltadra gondolunk. De hát jelen pillanatban nem vezetsz műsort. Tehát jelen pillanatban te miként tűnsz fel a bulvárban? Például itt a reggeli műsor. Így van, hát oda is meghívtak, és voltam. És bizony, elmondhatom, talán nem vagyok szerénytelen, hogy nagyon sok híresség volt, és nagyon sok gazdag, tehát voltak ott milliómosok. És mégsem Nem azt akarom ebből most kihozni, hanem hogy a kamera például, meg a fotósok nem őket fotózták, hiába milliómosak vagy milliárdosak, hanem szerénységemet, meg még egy-két, most nem akarok itt neveket, de egy-két élvonalban, egy-két hírességet, egy-két hírességet, és akivel ugye el lehet adni a lapot, meg nézettséget lehet produkálni. Mit gondolsz, hogy veled miért lehet eladni egy lapot? Miért?
Miért? Azért, mert kíváncsiak rám az emberek, mert de mire? Olyan, a olyan. Nem, ezt kikérem magamnak, miért? Nincs bugyi gyűjteményem. Hát egy időben és én nem, láttam a saját szememben, hogy fehér nemű gyűjteményem van, fehér nemű gyűjteményem, és hát szégyeld magad, szégyeld magad. Bocsánat, oké. De nem, mi az jó szó szerintem, de az na, nem, nem kell nekem itt magyarázkodni. Az egy-két cikket megér, vagy egy-két tévéműsort, csak nem gondolod, hogy több mint 15 évig az érdekes lehet az én fehér nemű gyűjteményem. Hát az mert a bulvár fölfújta, de nem. Ez az, miért van neked, hogy a veled kapcsolatos dolgokhoz felfújja a bulvár? Miért? Hát azért rólad nem fújja föl, mert téged meg se hívnak ilyen nagy nézettségű műsorokba. Hát persze. Hát de egy kis nézettségű csatornán, nem ország. Fogható nagy médiumokban. Nem fogadtad volna ezt a meghívást. Vagy miért fogadtad el ezt a meghívást akkor? Azért mert kikönyörögték, mert rengetegszer fölhívtak. Könyörögni az Istenhez szoktunk. Nézd, nehogy azt mondd, hogy rá vagyok szorulva, hogy itt a te bántó megjegyzéseidet hallgassam. És te mit gondolsz, miért vagy te külön, mint például én, vagy akár a Sebeök János, vagy akár akármelyik bulvársztár. Nem ez a kérdés, hogy melyikünk külön. De ez a kérdés, mert te bántod, te ledegradálod a másikat. Nem, én nem bántottalak téged, szeretném megfejteni, miért? Hogy mi az oka annak, hogy te ilyen közkedvelt vagy. Ennyi. Hát valami oka csak van, mert nyilván azért vagyok most itt, és azért nem az X vagy az Y van. Sok mindent, például producer is vagyok jelenleg is, ami azt jelenti, hogy cégekkel tárgyalok, és reklámokat szerzek, hirdetéseket, szponzorokat. Ez egy nagyon komoly munka, és felelősségteljes, úgyhogy ez nem könnyű. De ez a média szerepléseidet egyáltalán nem befolyásolja szerintem. Nem, én teljesen kíméletlenül őszinte leszek hozzád. Nekem van egy teóriám azzal kapcsolatban, hogy téged miért adnak kézről kézre a kereskedelmi médiák. Tudod, hogy miért? Mert naív vagy. Rettentően naív. Nem, ezt vére érted. Ez nem vagyok naív. Jó hiszemű, jó indulatú vagyok, és nem bántok senkit. Számomra kétféle ember létezik, jó és rossz ember, és nem vagyok az a típus, aki most ez divat meg trendi, hogy na beszólunk a másiknak, megalázzuk a másikat. Ez mire jó? Élni és élni adni. Az én elvem ez. És én, ha hiszed, ha nem, én szoktam küldeni SMS-t, vagy fölhívok telefonon kollégákat, akik például szerepelnek a televízióban, akár műsorvezetőként, akár vendégként, és nekem tetszik, szimpatikus, én nem vagyok irigy senkire, és neked ez a véleményed, másnak meg más. Nyilván azért hívnak, mert sok mindent letettem az asztalra.